Forza Napolien, buongiorno, köszöntelek benneteket ismételten a Napoliba történő FIFA sorozatommal. Juventus már látom, közel vett, de most jön a... Mondom, most jön a Roma elleni meccs, köszöntek benneteket. Klubok sorban... Na, szóval klubok sorban állnak Jorginho megszerzésé. Nézzük, mit írnak róla. Lazio, Inter, Atalanta és Napoli is. Úgy is én szerzem meg. Kíváncsiak, miért adja a Jajicsot? Hogy hívják? Hogy hívják most Róma edzőjét? Basszus. Aki nyert az izével is a... Lillel, Rudi Garcia, engem. De Santis, hát igen, ugye most már Róma erősíti. 9 hónap, tehát ami is, nem működik ez az ingyen igazolhatóság funkció. De hát szerintem is el akarja kenni olyan 2-3 milliót, szerintem meg lehet szerezni. Állóképessége sem rossz Jorginho-nak. Hát olyan 70 valányos most, de... Kíváncsi leszek. Meg hát mondom, egy új jobb hátvéd is szerintem most sem majd belefér. Akarok egy ilyen Róma-féle, ilyen 10 meccses vetlenségi szériát, úgyhogy ugye ezt még szeretném most folytatni. Megint a sárgában, Gervinho. Nézzük a... Rafael védeni akar, de mondom, hogy a kupára tartogatom. Befoghatja a csöpni száját. Britos, Albofát, Federico, Zuniga vagy Armero. Armero, hogy hagyja a kipihentet, úgyhogy én ő Parejo. Akkor Zemahili és Gargano. Parades, gyere. Victor Moses, akkor legyen Panne, ugye, és Insigne. Akkor Iguain helyett jön Duvan Zapata, mert én Baritit inkább nem erőtetném. Inkább majd vérbeli szélsőre jön, Parejo is inkább akkor kapjon pihenőt. Ja, Barit ez a... De akkor inkább már az a... Radosevic, így van a nagy tehetség. Ilyen Uvini, csak nem fog senki lesérülni. Kalaiót kéne beállítani, tehát ő ma idős, ő nem. De abszolút epizódista, mondjuk csereként. Nem Bariti, Kalaió. Mertens szerintem azért ott. Nem is értenek, hogy miért igazolták rá, de ez nem azért, hogy a Palermo kiesett, aztán Max azért. Nézzük. Gólértesítés, hogy meccsek vannak velünk egy időben, semmilyen. Akkor jöjjön a Derby della valami, hát ugye ennek ki nincs kimondott neve, ennek a Róma Napoli Derbynek, de ugye majdnem minden nagy mérkőzés az olasz, hogy a Derby della, akárnek mondjuk, ugye Derby Itália, ugye a Juventus Inter, meg ugye vannak ugye, most szó szóval nem tudom például, hogy a Milánói Derby, a Verónai Derby, a Genoai Derby, a Római Derby, a Torinói Derby, ezek vannak egyébként, tehát ezeknek mi a nevük. A Derby della, de tudod, hogy nem olyan egyszerű, hogy Derby della Torino, meg ilyenek, hát az túl egyszerű lenne. Na, Insigne, kis törpével, jól bevágtam. Hát nem a legjobb pontozás, de szerintem foglalkozunk inkább akkor a labdarúgó sporteseménnyel. A Stadio Olimpicóban a Roma Napoli labdarúgó mérkőzés, Torosidis. Kezd, ez érdekes, nem igazán szokott kezdeni. Legalábbis amennyi Róma meccset láttam, amikor még annó a sportklub közvetítette, na azt volt nagyon, ő azért már rutinosabb is, de Rossi is. Tehát aki úgymond rutinosabb, többször kezdi. Azért Strootman még elég fiatal. Na hát itt van a kapitánunk, Totti. Szóval amíg voltak Róma meccsek a sportklubban, hogy ugye, hogy volt azt, hogy eladták a jogokat, mert ugye kicsit, mert most új tulaj van, minden blablabla. Addig jobban követtem az olasz bajnokságot, tehát most Digisporton most ezért külön nem megyek le, annyira nem érdekel az olasz bajnokság engemet, hogy most így külön nagyon nézzem, mert én a spanyol és az angolt szeretem. Hát Napoli, Juventus, Inter, Catania a negyedik, én kérek elnézést, ha minden igaz, ők ott a kieső helyen vannak. Julio, Sergio, Torosidis, aztán benne a Bazeretti, Bradley, Strootman, Gervinho, Jajic. Ez a Julio, Sergio, azt nem tudom ki. Torosidis se nagyon játszik, Bradley már ugye Torontóba költözött,
Azok a csatákat nem láttam, de szerintem egy Gervinho, Totti és még valaki. Jajics. Ó, ez az eset pont nem tesz jót, ez kicsit lankoltatja a játékot. Haj, de szentsit. Nem baj, még így is lehet játszani, hát hogyha FIFA-t megszoktam. Szent tesz jót neki. Mindegy, Gargano. Parades. A labdával. Nem van le ez nagyon az élményből, hogy én játszhatok. Hoppa, Parades. Már Torosidis Gyötli, Kevin Strootman, Jajics. De Strootmant a PSV-t összerezték meg a nyáron, Gervinhót ugye őt meg az Arzenától. Ezért már szépen lassú, hogy épülgetett a római klub. Így nem véletlen, hogy a bajnokságban most a második helyen állnak. A való életben a Juventus után is a Napoli előtt Insigne. De most egy jó labdát Pandev. Mellői Giulio már rádölt a labdára. Meg ezzelbe a kapitánót lehetett látni. Bazzaretti, hát ő sem most már rapva, inkább a Dodó szokott játszani. De szerintem azért, mert a Bazzaretti inkább sérült. Már nem tudom, pontosan, hogy a Bazzaretti is már közel 30 van, már lehet, hogy már 30 éves is van. Insigne. Ő is egyébként Palermo játékos volt korábban. Mint nálunk Calaio. Ezt egyébként Calaio-ról a képéről lápítom meg, mert szerintem mintha az Palermo ez lenne. Walter Gargano. Bányó. Persze Mózisnek nem volt jó passz. Totti. Szélen. De Rossi. Jajics. Őt a Fiorentinából hozták. Egyébként először meghallottam, hogy a Jajics a Rómában, én nem értettem, hiszen a Fiorentina jobb helyezést tehet tavaly, mint a Róma. Tehát én nem értettem akkor, hogy annó miért lépett hátré, de végül is bevált neki, hiszen most előbbre tart a Róma, mint a Fiorentina. Fiorentina a negyedik, ha minden igaz. Nekem valószínű is, mert ugye az Inter még most sem az igazi, a Milán sem az igazi idén, hogy tavaly sem volt annyira már. Senkit érdekes, hogy Gervinho-ban most a jobb szélen és Totti a bal oldalon, mert pont fordítva kéne lenni, ugye Gervinho a bal szélső, meg is bal szélen játszott annó az Arzenálba, de lehet, hogy ugye ez az inverted winger, tehát a winger, tehát a az ellenkező lábas befelező csata, befelé cselező szélső terültetik itt a Rómánál is, mert legalábbis a FIFA azt terülteti, ezt már nem fogom megtudni. Gargano, ez nem volt jó passz Paradesnek, Leandro Castan, egészen Insigne-jég, Insigne lefejelt a Strootmant, hát ez is furcsa, Parades. Ajjaj, elesett, Bradley tisztáz, meg ugye mondtam, hogy a Torontóba szerződött, ugye Julio César is oda került kölcsönbe, illetve oda ment Jermaine Defoe is, ha minden igaz, szóval ez a torontói csapat az igencsak épülget, de ugye aztán az, most mégis milyen trófákat nyerhet meg a MLS-ben, nem tudom, indul a Major League Soccer-be, hogy de az, mert az ugye csak Amerika, Toronto meg ugye mint Kanada, de nem tudom, hogy lehet, hogy aztán ugye az is beletartozik. De szerintem a Major League Soccer-be csak a ezek vannak a az USA csapatai, tehát mint de egyébként érdekes az a Major League Soccer, mert megvan azt hiszem tizenvalány csapat, és ki sem lehet onnan esni. De van annak másodosztálya is, és hogyha mitől valaki pénzeli, akkor feljuthatnak. Például ugye a New York Cosmos is nem sokkal fel akar jutni, meg ugye hát bekelnek a csapata is, ugye majd valamikor a jó pénz esetében indulhat az első osztályba. Ugye egyelőre nem tudni, hogy mi a neve, tehát mi lesz, ugye sokan mondnak mindent, hogy Miami United, hogy Beckham, saját nevét tudom vinni, hogy mit tudom én, United, mit tudom, Miami, Beckham United, vagy akármi. Ez a jövő zené, ugye a Major League Soccer, az úgy különösebben nem érdekel. Ugye ami is már hajnalban vannak a meccsek, a másik, a sportklub is közvetíti, nem tudom, hogy közvetíti-e még, de ami is csak angol kommentátorral megy, az meg aztán végképp nem érdekel. Most abban a Major League Soccerben szerintem az egy-két odavitt európai kiért sztáron kívül max a Landon Donovan van, aki ír is valamit. Nem hiszem, hogy olyan óriási sztárok futkoznak ott Amerikába. Meg hogy ott akkora tehetségek mondjuk, mint egy holland bajnokságban.
Na, Mózis elindul. Mózis gyors, ezt nagyszerűen tudom. Mózis ott lát a gól, és ott is van. Viktor Mózis a 43. percben megszerzi a vezetést az idegenben játszó Napolinak. Nagyszerű. Lesz mit írni a La Gazzetta dello Sportban. Egyszerűen megkapta a labdát, szembe került, és mint Mandri sül le a tegnapi Fulham Chelsea, így hasonlóan befejezte. Hasonlóan eredményesen. Strootman. Slash volt. Totti le sem tartózkodott. Játékvezető szerint így is van. Hoppá, azt láttam, hogy ott veszélyes lesz, hogy Argano szarul helyezkedett, de biztam benne, hogy legalább jó helyre be fog állni, de ezt nem jött össze. Federico Fernandez kapja Insigne. Valamicsoda megedetés volt ez. Új, hát ez nem volt egy jó labda, nem neki akartam, amúgy is nem Reddinek. Félre ne értsétek. 1-0. Ami is nagyon sokat beszéltem, inkább nem is volt annyi helyzet. Hát 4-3. Annyi kapura is sem lett volna. Nem is figyeltem. Na, folytatás. Folytassuk akkor, remélem hasonló eredményesen a mérkőzést. Legalább most Pandev labda is csend elég korán. Nem indult be Mózis. Ha beindult volna, akkor ez igen jó lett volna, hát így aztán már kevésbé fel, mert most már Jadics hozza a labdát, na már jóval kicsit oda kéne lépni. Azaz, nem jó. Jadics visszaszerezte. Jadics trollkodik velem. Na, Britos, majd ő megoldja. Hugo Mayo. Dobhat most a jobb hátvéd. Nem dobjuk hátra a Britosnak. Britos, ott ott a középre. Nem, nem mondom, nem oda akartam, a vicces az, hogy izé Paradesnek akartam. De hát, ó, ez lopott neki. Pirosat egyből. Na, egyébként jó, ez nem is volt egyébként durva. Strootman. Hát már magyarázza a sáv maga igazát, hogy hát semmi nem volt emberek, hát ez mi volt, de... Hát nem tett, hogy egy kicsit megakasztotta ez a támadás, de nem volt annyira szabályos, nem az, hogy szabályos, szabálytalan. És csak vicc volt, hogy izi pirosat meg mindent neki egyből. Insigne. Dzemma éli. Most kell jó beadás. Mózis nem tud fejelni. Wow! Micsoda extrém dolgok történtek itt. Hát ez nagyon szép volt. Ezt nem nézzétek vissza, mert én nem hiszem, hogy ezt vissza fogom tekerni, de ez kurva jó volt. Egymás, hogy ott ilyen szupermenesen kirapultott Julio, azt a kurva, ez nagyon durva volt. Mindegy, foglalkozunk azzal, ami most zajlik Insigne, hát ez a labdával, ezzel a labdával nem tud lefordulni, így Dzemma éli. Bradley, jó, mindig az ő amerikai. Hugo Mayo. Érdekes, hogy visszament Toronto, mert Bradley szerintem nem volt tehetségtelen srác, tehát biztos jó fizetést kapott, én azt elismerem az izénél, Torontónál. Nem tudom, hogy kik pénzelhetik azt a Torontót, hogy pénzeli valaki. De szerintem egy például Rómánál szerintem idővel kettők jó játékos lehetett volna. De most ugye Raja Nainggolan, a belga srác futkos. Ugye a Rómánál nem Bradley. Aki szintén nem rossz játékos, szóval a Róma azért már kezdett a középpályán bekeményíteni. Ezt a Róma, aztán tudjuk az olasz focinak gyakorlatilag a középpály stabilitása az egyik legfontosabb, hát nem véletlenül a Juventus, Róma, ezek is ilyen öt középpályással állnak fel. És ugye két szélső középpályások ugye megfutkoznak hátra védekezni, hát igen, ezt nem én játszom. Szerintem ez feltűnt amúgy. Hopp, Mayo az még begyűjtött! Jó van. És így gondoltam, Gargano, hát ezt ignorálom. És Gargano is gyűrűs, úgyhogy ezzel meg se lepedök. Pjanic, na hát őt hiányoltam, mire van Pjanic, az egyik legjobb szabadrúgás lövő. Tök jó játékos, egy Roma meccsen figyeltem fel rá, és meg is vettem a Realba. A Real Madridban még korábban. Jó spiller egyébként, a Lyonban volt korábban. Még szerintem még van neki még nagyobb dobása, egy nagyobb klubban szerintem simán megállja a helyét. Tökéletes még egy kis YouTube reklám is van, most nézem.
Mi vagyunk a FIFA 14. Nagyon jó. Közben itt olvasom reklámtáblákat egyébként, ha valaki nem érteni, hogy miről beszélek. Parades... Hoppá, nem volt jó labda. Hát tudtam, hogy igen jó volt, de... Sajnos nem nálunk. Gurigázik. Gervinho. Parades. Még nem pörgünk, az biztos. Pandev, na most... Hát még mondtam, nyomtam szerintem a dupla V, de mindegy. Ja, már félre nyomtam. Ja. Insigne. Ó, hát ez... Ezt már láttam, mi lesz a végkifejlet. Mondok, hogy nyugodt kit hozzak be. Én Kalájó, miért nem kéne erőtetni, mondjuk Dubánt szerintem Zapatát lehet. Az a többiek meg úgy középpályára Radosevic nézzük, valaki fáradt-e. Fú, Armino, hogy csoda állógépes, hogy lehet a 92-es, hát is csodálnom. Ez két idejű a srác, szerintem mai néhe. Radosevic. És akkor legalább Radosevic, meg ezek is költöcsönbe mehetnek, és akkor marad Jorginho, aki úgy végképp tartalék. De csak egy idővel még be is épült a keretbe, tehát hogy többet játszik. Bár szerintem úgy is fogom játszatni, tehát nem ilyen alibi embernek fogom leigazolni. Jó játékos ő. Azt nem tudom, hogy végig is most brazil, vagy olasz-e. Már alapból brazil, de állítólag már olasz utánpótlás volt. Hát ez igen jó volt. Meg itt nem kellett volna, de még sem mindegy. Tök jó, hogy annyira nem foglalkoztak Pandevvel. Már jól is késő lesz a csere, szóval, na mindegy. Késő is jutott eszembe, a cserén is lehet. Hoppá. Hú, ez kicsit stresszes volt. Balzarettit viszik le. A bal hátvédet. Erre kíváncsi leszek. Kit hoznak be helyötte? Caprari. Hát őt most nem vágom. Speciál. Ő most pontosan milyen posztját, szerintem valami fiatal római feltörekvő lehet. A római légióból. Kapitánó vezetésével. Zapata. Oj. Varga, no, no, megszerezte. Insigne, hát ő nem szerezte meg. Gargano átadásából a labdát. Radosevic még labdához ér, de nem baj, Paradesnek a labdához ért. 1-0, hát egy elég vérbeli a novasz meccs volt, szerintem hülye sok kapilövése volt, de nézzük. Hogy ez a 7-5, az nem olyan sok. Federico, a védő. Hát a legjobb biztos sokat szűrt. Hát ja, 5-5 szerelt. Hát mindenki takarék ránga légett. A védelem volt kb. A legjobb. Nem baj, mert akkor is behúztuk, úgyhogy akkor most annyira nem érdekel. Napoli új hőse, Paradesz. Megnőttek az eladott mezek, én meg próbálom levenni róla a terhet, hogy hát nem tudom. Megnézem pontosan az értékeléseket, hogy hogy vannak, és szerintem utána lépek is. Most csak egy meccset játszok. Jaj, Pandev. Akkor csöreként be kell állítanom téged. Kár csak azt tudom, mikor fejlődik, szerintem is aztán lassan már 80-as lesz. Mi alacsony neki? Támadó játék. Médiáték magas. Azért van a furcsa, fordítva. Parejo. Inler. Sem fejlődött. Nagy szép. Hamsik. Itt nagyjából tiszta az, amit mondjam. Na, a Fernandez, amikor az jó, hogy izi alig játszik is. Volt négy meccs is, és már kettőt fejlődött. Látom neki a lényét. Felesz ugye egyet. Mózes egyet.
Kolumbum, hát te se fogsz sokat védeni. Kalajma fejlődik vissza. Szénából érkezett. No, Palermóból. Benéztem. Nagyszerű volt, ez megérte. Gamberini. Mi volt is adom? Rossz, hát ez egy a hangvészem kapusnak épp pont jó. Vital, ezt is tudja adom. Álkalóri. Ez nem is rossz. Másról szabunk kölcsönt, meg ő már nem van. Az Álkalórihoz képest mondjuk, hogy rosszabb azért. Fidel Fashion, Hüdelosz. Citadel Padova. Hát még Vargas azért a legnagyobb kikölcsönök, ugye Somos fejlődött egyet. Az egy-kettő ember még ezt a kis padról lehet hasznosítani. Mindegy, mentek egyet. Nem a Villarreal az a lényeg. Nos, köszönöm a megtisztelő figyelmet, én Natesz voltam, vezetjük a tabellát, sziasztok!